Feleségével együtt érkezett voksolni vasárnap délelőtt Cserpalkovics András. A Fidesz polgármester jelöltje, Fehérvár jelenlegi polgármestere köszönetet mondott minden jelölő szervezetnek, hogy a városban kultúráltan, rendben zajlott a választásokat megelőző kampányidőszak. Én köszönöm szépen minden képviselőjelöltnek és polgármesterjelöltnek pártállástól függetlenül, hogy megint tudtuk bizonyítani, hogy ennek a városnak a kultúrájához a politikai kultúra is hozzátartozik. Én bízom benne, és az első adatok erre is engednek következtetni, hogy nagyon magas lesz a részvétel, ami fontos szerintem a mindenkori polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek és Európa Parlamenti képviselőknek is, hiszen nem mindegy, hogy mekkora az a legitimitás, ami alapján a munkát megkezdhetjük. Cserpalkovics András hozzátette, egy izgalmas, váratlan eseményekkel teli 4,5 éven vannak túl, remélhetőleg a következő ciklus nyugodtabb és békésebb időszak lesz.